Kedves nézőink, a következőkben egy stúdióbeszélgetést láthatnak az Ajkai Trampolin Ese 2015-ös évéről és az idei terveiről. Kedves nézőink, következő vendégünk Pelikán Milán, az Ajkai Trampolin Ese képviseletében. Szervusz Milán! Szia! Mi a helyzet az Egyesület házatáján? Mi történt a tavalyi évben? Gondolom izgalmas évetek volt. Igen, egy nagyon eredményes és izgalmas évet zártunk, mind kézilabda szakosztályban, mind pedig a gumiasztalozás terén. Az évelején kitűzött terveket teljesítettétek? Tehát van neked most egy olyan terved, hogy évvégén milyen eredményeket kell hozni, és összehasonlító táblázatod, vagy azért csak egy nagyjáboli elképzelés van? Mennyire vagy szigorú? Természetesen évelején muszáj a terveket kovácsolni, ugye minden évben közgyűlésünk van, ott ezt megvitatjuk, és hát a mi elképzeléseinket igyekszünk a szülők és a gyerekek elképzeléseivel ötvözni, és úgy gondolom, hogy a tavalyi évben messze túlszárnyaltuk az elvárásokat. Ha gondolod, nyugodtan mondjál számokat is. Milyen versenyeken voltatok, mennyi érmet hoztatok, és milyen színűek? Én úgy gondolom, hogy a Városi Jó Tanuló Jó Sportoló díjátadáson ugye 9 emberünk kapott díjat, ez hatalmas szó, ez az egész éves elismerésért nagyon nagy megtiszteltetés, közülük 4 megyei Jó Tanuló Jó Sportoló díjat vehettek át, és hát ez még csak a gumiasztal része, a kézilabdában is sikereket tudtunk elérni. Ahonnan indultunk és ahova érkeztünk, hatalmas különbségek vannak csapatainkban. De a legnagyobb különbséget a taglétszámunk változásában látjuk, ami szerintem a munkánknak a visszaigazolása, hiszen tavaly év elején 80-85 fővel kezdtünk, és év végére 120 fővel zártunk. Ez azért elég szép teljesítmény, ha nem sértelek meg, viszonylag fiatal szakosztály vagytok Alkán. Igen, hát természetesen ugye az egyéni és a csapatsportágokat külön kell tekinteni. Ebből a 120 főből 40 fő az, aki a gumiasztal szakosztályban tevékenykedik, a többiek pedig természetesen a kézilabdában. Az, hogy fiatalok vagyunk, minap nézegettem utána készülve a közgyűlésre. 2006. augusztusában alakítottuk az Egyesületet, és hát 2011-ben alakult a kézilabda szakosztályunk. Rendben, akkor legyen így, nevezd magatokat öregnek, ezen a területen azt gondolom nem fogunk összeveszni soha. Bírjátok-e még ezt energiával, mert azért ez a 100 fő fölötti létszám nem kevés energiát kíván, gyakorlatilag ha csak délutánokra osztjátok be. Van szabad időtök ezen kívül, hogy minden délután az Egyesületnél telik el? Hát természetesen minden délután, és nagyon sokszor a hétvégék is. Nagyon örülök, hogy időközben azért többen csatlakoztak hozzánk. Ugye Vég Balást mindig megemlítem, hiszen ő az Egyesület alapítása után pár hónappal bekapcsolódott. Ugye ő elnökségi tagként, és hát a kézilabdában, gumiasztalban is edzőként van jelen. Sulák Ágnes tavaly már kapcsolódott az U12-es fiainkhoz edzőnek, és tavaly Szánocki Szilvi kapus edzőként csatlakozott, aki sportmunkatársi szerepkörben is helyt áll. És természetesen egyre több segítséget kapunk a szülőktől, amiért nagyon hálásak vagyunk. Mit gondolsz, ez a dinamikus fejlődési a létszámot, illetve a sportágak számát tekintve, minek köszönhető? Van szabad kapacitása az ajkai fiataloknak még új sportágokat kipróbálni, vagy egyértelműen a versenyeredmények vonzzák és népszerűsítik a legjobban a különböző sportokat? Én nagyon remélem, hogy nem a versenyeredmények vonzzák a gyerekeket, mert a mi egyesületünk sem eredménycentrikus. Én úgy gondolom, hogy azzal tudjuk megnyerni a gyerekeket magunknak, hogy nagyon jó hangulatú edzéseket tartunk. Természetesen az eredmény sem elhanyagolható. Lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra. Ugye itt mindig meg kell említeni Csánic Laurát, aki ugye most már felnőtt Európa-bajnokságra készül idén, és hát vannak az ő példáját követve feltörekvő tehetségek gumiasztalban. Ami a kézilabdát illeti, természetesen a jó hangulatú edzések mellett versenyekre járunk, amik tavalyi év elején kitűztünk célnak, hogy legyenek mérkőzések, amiket már megnyerünk. Az teljesült, sőt, az előző szezonhoz képest mérföldeket léptünk előre. Az U12-es fiúk felsőházba kerültek a rájátszásba, ami hatalmas szó, egy ilyen Veszprém megye, Győr-Moson és Vas megye területén, ahol nagyon komoly kézilabda élet folyik, és hát a lányok is az 5. helyen állnak a bajnokságban, ami elég komoly teljesítmény a Győri Etóval és az Éles Kézilabda Iskolával Várpalotával, vagy elnézést Nemesvámossal. Több dolog nem változott itt az alapításatok óta, nem megy ki a fejemből ez a 9 év, ez nagyon van elröppent szerintem.
ugyanolyan lelkesedés csillog a te szemedben, mint az edzéseken a gyerekek szemében. Van lemorzsolódás? Például a szivacs kézilabdában jön mindig egy-egy új generáció, és roppant lelkesek. Hogy látod a ti sportágaitokban, mennyire jelent ez problémát, hogy egyszer csak akár kicsi is lehet a hely? Nagyon nagy a mozgás. Ugye ez köszönhető annak is, hogy mi 12 éves korig foglalkozunk a gyerekekkel. Hál' Isten a mozgás egy jó irányba történik, hiszen a KK-ajkához tudnak a gyerekeink menni. 11 éves kor fölött az ő 13-as lányuk csapatukba tudnak bekerülni, 12 éves fiúkör fölött pedig a 14-es csapatba. Tehát ez a mozgás ez nagyon eredményes és hasznos. Ezt a KK edzőivel is többször meg szoktuk vitatni, ami nagyon hasznos együttműködésnek bizonyul. Az, hogy a kicsiknél van lemorzsolódás, természetesen mindenki tudja, hogy mit szeretne magának. Van, aki azt mondja, hogy nem ezt a lovat akarja, van, aki úgy jár hozzánk, hogy nem szeretne versenyezni, csak részt venni az edzéseken, erre is van lehetőség, de úgy gondolom, hogy mostantól meg kell húznunk a határt. Tehát ez a 120 fő, ez az egyesület maximális kapacitása fölött van. Óvodás tornára még 1-2 főt talán be tudunk fogadni, hogyha érkezik, de már a legkisebb kézilabdásokhoz nem tudunk embereket fogadni, és hát az U12-es csapatunk most már 22 fős létszámmal edz, ami a versenyrejárást is megnehezíti, hiszen 14 ember szerepelhet a jegyzőkönyvben. Ez elégedettséggel tölt el, vagy azért egy kicsit gondolkodsz azon, hogy lehet, hogy ha túllépnétek a határatokat, akkor helyszínt kéne váltani, keresni kellene egy másik helyet. Milyenek a feltételek? Elfértek még a jelenlegi edzésetek helyén, vagy azért már jól lenne egy nagyobb csarnokba költözni, illetve azt megtehetnétek, aki tudjátok-e gazdálkodni az egyesület keretéből? Hát maximális teremkihasználást biztosítunk a gyerekeknek. Heti 7 órában tudunk a feketében edzeni. Hát ugye ez 70-80 gyereknél az nem éppen optimális, amennyiben lehetőséget kapnánk a várostól, még komolyabb eredményeket tudnánk felmutatni. Ugye heti 3 edzést tudunk adni a gyerekeknek teremben, gyakran félteremben, ezen kívül van egy erőléti edzés ugye az idősebb kézilabdásoknak. Ez most odáig elég, hogy igenis felvesszük a kesztyűt. A középmezőnyben vagyunk, amennyiben több lehetőséget, több teremidőt tudnánk kapni, természetesen ki tudnánk fizetni, hiszen nem csak a taglétszámunk, hanem az anyagi megítélésünk is pozitívan változott. Ugye ez köszönhető a társasági adóból befolyt pályázati lehetőségeknek, és úgy gondolom, hogy a gumiasztalosok is tudnának előrelépni, hiszen most a terem magasság az, ami determináló. Amennyiben egy magasabb teremben tudnánk létezni, akkor egy világbajnoki szintű asztalt tudnánk beszerezni, ahol most amin külföldi versenyeken szoktak versenyezni. Mindenképp erőrelépést tudnánk elérni, de a saját korlátainkat figyelembe véve nagyon meg vagyok elégedve mind az eredményekkel, mind pedig az edzés munkával. Ez mit jelentene? Mindenképpen kell, hogy mondjál egy számot méterben, hogy mennyivel tudnának magasabbra ugrani a lauráék a mostaninál. Tehát most én úgy satszolom, hogy egy olyan 6-8 méternél tartunk talán belmagasságban. Hát a Kossuth iskola plafonja az a maximális magasság. Szerintem a lába tudna ott lenni, ahol most a keze van, az másfél méter. Ugye külföldi versenyeken a repülési idő hozzáadódik a gyakorlathoz. Ez még plusz egy egész pont technikai sportágban, ahol egy tizedes levonások érződnek. Ez mondjuk Európa bajnokságon 10-15 helyet jelent, nemzetközi kisebb versenyeken akár még 20 helyet is lehet, de mindenképp közelebb kerülne Laura egyre többször a döntős helyezéshez, annak ellenére, hogy most már többször benn volt a döntőben. Sőt, akkor az én közepesen erős fizikai tudásommal ebből az is következik, ha kisebbet ugrik, ugyanazt a mutatvány mennyiséget kell, akkor kisebb idő és magasság alatt megtennie, és kevesebb pontot kap pusztán azért, mert igen, nem olyan magas. Természetesen a magasság minél magasabban tud dolgozni a gyermek, annál szebben tud, és természetesen annál nehezebb gyakorlatokat, hiszen több ide jár el, több idő van rá. Szerepel-e ez a tervetekben, hogy akkor egyszer csak legyen egy világbajnoki szintű asztalotok egy akkora helyen, ahol a csillagoségig fel lehet ugrani? Hát ez a mi terveinkben szerepel, de úgy gondolom, hogy ezt vagy egy egyesület képtelen egy gumiasztal csarnokot felépíteni. Amennyiben a városvezetés lehetőséget tudna nekünk biztosítani. Ugye azt tudjuk, hogy Ajkán maximális kihasználtsággal működnek a csarnokok, a tornatermek.
ne adj Isten, valami olyan lehetőség lenne, természetesen hatalmas előrelépés lenne, és nem csak a Laura mint válogatott, hanem az utánpótláskorú versenyzőknél ne felejtsük el, hogy Monostori Noel külföldi versenyen, élete első versenyén döntőbe tudott ugrani. Vannak olyan kislányok, akik most már ugye diákolimpián aranyerűs bronzérmet szereztek, akik már most megfelelő felkészültség mellett előrébb tudnának lépni, tehát a gumiasztal részen mindenképp amennyiben megkapnánk, és kézilabda terén természetesen minél nagyobb a tér, annál több technikai, taktikai elemet lehet gyakorolni, és annál több fizikai fejlesztést tudunk már edzésen biztosítani az erőléti edzés mellett. Jó, látom ötletekből eddig, vagy továbbra sincs hiánya, hogy eddig sem. Mik a terveitek az idei évre? Milyen versenyek várnak rátok, illetve milyen meglepetésekre számítasz? Hát meglepetésre olyanra számítanék, hogy esetleg tényleg lehetőségünk nyílik egy ilyen csarnok birtokba vételére, vagy esetleg több edzésidőt kaphatnánk, de amivel tudunk készülni és előre gondolunk, természetesen szeretnénk kézilabdában megtartani a gyermekeket, és szeretnénk ezeket az eredményeket a következő évre is átvinni. Úgy gondolom, hogy célkupán már tavaly értünk el győzelmeket, idén előrébb szeretnénk végezni, tavaly a lányok 9-ek lettek, a fiúk 16-ak, a fiúkat is a 10 körüli helyre várjuk, és hát a lányokat is szerintem a legjobb 6-ba, az már szuper lenne. Gumiasztal terén, mint már említettem, Laura élete első felnőtt Európa bajnokságára készül. Amennyiben a 30-35 között tudna ugrani ilyen fiatalon, az hatalmas fegyvertény lenne. Mindent elkövet, ezért ugye az edzéseken maximális fölött teljesít, aminek nagyon örülök. Ugye Noelt említettem, neki egy kicsit nehézkes volt a szeptember, hiszen alsóból felsőbe került az iskolaváltás, az edzés munkájára is kihatott, de úgy néz ki, hogy most újra összetudta szedni magát, koncentrál. Tehát én úgy gondolom, hogy a válogatottban is egy-két éven belül őt is láthatjuk, hogyha ilyen szorgalommal edz. Akkor a fejlődés töretlen, és több sikert kívánok az idei évre, mint amennyi a tavalyim volt. Milán, köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk velük. Én köszönöm a meghívást. Sziasztok!